Tajván történetének egyik legfontosabb választása a mai. A Szigetország lakói nem kizárólag az elnök személyéről és a parlament összetételéről döntenek. A tajvani belpolitika egyik legmeghatározóbb kérdése is eldől, hogyan alakulnak majd a kapcsolatok a szoros túloldalán lévő kínai népköztársasággal. Kína szeparatista tartományként tekint Tájvánra, ezért a mai választás eredménye alapvetően változtathatja meg a térség erőviszonyait. A témát Tari Juditi Tanila is vendégünk járja körül. Így van, ezzel indítjuk ezt a szombat reggelt. Szervusz Áron, jó reggelt a kedves nézőknek, és mai első vendégünket is köszöntöm a stúdióban. Salát Gergely, Kína szakértőt, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjünk egy gyors talpalóval, bár elárulta nekem még az adás előtt, hogy erről egy komplet fél évi kurzuson az egyetemen, hogy mit kell tudni Tájváról, erről a picike szigetről, ahol nagyjából 23 millióan élnek, ahhoz, hogy megértsük a jelenlegi helyzetet, és hogy miért ilyen fontos ez a választás. A sziget nagyjából akkora, mint a Dunántúl, ugye 23 millió körüli a lakossága, tehát a nagy Kínához képest ez egy kicsi terület, évszázadokon keresztül a kínai császársághoz tartozott, de a 19. század végétől elváltak útjaik, először japán gyarmat lett, utána a kommunista hatalomátvétel kor pedig a korábban a szárazföldön működött kínai köztársaság menekült ide, és azóta is az ország magát kínai köztársaságnak nevezi, tehát igazából 101 néhány éve, bár a lakosság a kínai eredetű kultúrája nyelve, kínai lényegében külön utakon jár. Miért olyan fontos a világ számára az, hogy mi történik ezen a kicsi szigeten? Ugye két nagyhatalom érdekszférájának az ütköző zónájában fekszik, tehát pont ezen a, a tektonikus lemezeknek a határán, földrajzilag is egyébként, de nagyhatalmilag is. Ugye egyrészt a, a, kínai népköztársaság nyilván egyrészt ott van közel, másrészt pedig soha nem ismerte a Tajvának a függetlenségét, tehát végig azt gondolta, azt gondolja, hogy valójában Kína része a sziget, másrészt pedig 49 óta az Egyesült Államok támogatja pénzzel, paripával, fegyverrel Tajvant, és egyértelműen a saját érdekszférájához tartozónak Tekinti, és hát az ilyen területeken szoktak a konfliktusok lenni, ahol két nagyhatalom túlságosan közel kerül egymáshoz. Ebből a szempontból ugye a mostani választástétjének azt szokták mondani, hogy Tajván arról dönt a mai napon, vagy a tajvani emberek, hogy Kínával, vagy az amerikaiakkal, vagy a Nyugattal ápol majd szorosabb kapcsolatot a jövőben. Hát négy évente dönt erről, egyébként négy évente vannak választások. Itt azt érdemes tudni, hogy ugye minden politikai rendszerben szokott lenni egy választóvonal, ez nálunk általában a jobb és bal oldal között. Tajvanon nem itt van a törésvonal, hanem ott, hogy alapvetően kínai identitásonak gondolják magukat, az egyes pártok, vagy pedig alapvetően tajvani, tehát nem kínai identitásnak gondolják magukat. Két nagy párt van, így leegyszerűsítve meg kisebb szövetségesek. Az egyik azt gondolja, hogy mi alapvetően kínaiak vagyunk, és majd valamikor sokára, évtizedek, generációk múlva esetleg szóba kerülhet az, hogy visszatérünk tényleg az anyaországhoz, alapvetően kínaiak vagyunk. A másik párt meg azt mondja, hogy olyan régen elvált már Tajvan útja a szárazfölditől, hogy már létezik az önálló tajvani nemzet, tehát nekünk a kínaiakhoz igazából semmi közünk legfeljebb, nem tudom, kereskedelmi partnerek lehetnek, és ez egy identitás és ez osztja meg a választókat is. Egyébként azt a, ugye a nyugati sajtóhoz azt találgatja, hogy vajon igen, Kína felé fordul, Tájván vagy a nyugat felé, ezt a tájvániak is így fogják föl, vagy ők mint egy bármelyik ország belpolitikai választásán saját magukat érdeklő kérdésekre sokkal jobban fókuszálnak. Nem jelenik meg olyan élesen ez a kérdés, alapvetően a tajvintársadalomnak a nagy része, és a pártok is ezt képezik le, a legbelül lévő identitás problémákon túl a, 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 azzal foglalkoznak, hogy, hogy muzsikál a gazdaság, milyen drágák a lakások, mekkora a munkanélküliség, és így tovább, és így tovább. Mindenki státuszkvó párti, tehát senki nem akarja egy-két szélsőséges párt kivételével megváltoztatni most a szigetnek a státuszát, hanem a, a között lavíroznak a, 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 választók, hogy akkor most ezen a státuszkvón belül, tehát hogy megmarad ez a kvázi különállóság, most ebbe az irányba menjünk, vagy abba az irányba, de a legfontosabb igazából a tajvéni választóknak is az, hogy a életszínvonaluk emelkedjen. Nézzük akkor most a nagyhatalmi szempontokat, ugye Kínának nagyon fontos Taiwan olyannyira, hogy az, hogyha mondjuk ki, Taiwan kikiáltaná mondjuk a függetlenségét, akkor Kína katonai lépéseket helyezett kilátásba. Miért kell Kínának ennyire Taiwan? Alapvetően Kína számára is identitás kérdés ők azt gondolják, hogy akkor elhelyre a világrendje, akkor szűnik meg még az 1949 előtti állapot, amikor a régi, nagy dicsőséges Kínát, a nyugati nagyhatalmak, meg Japán megalázták, kizsákmányolták, megcsonkították, stb. Tehát akkor szűnik meg, ők úgy mondják, a, a megaláztatás nemzeti, vagy nemzeti megaláztatás évszázadának az utolsó maradványa is, hogyha a Tajvan visszatért Kínához. Tehát az alapvetően úgy érzik, hogy akkor ö, beszélhetnek arról, hogy Kína valódi nagyhatalom lesz, és akkor emellett persze stratégiai, meg gazdasági ö, érdekei is vannak Kínának, Tajvannak kapcsolatban, de én azt gondolom, hogy ez leginkább identitás a Kínék számára. És akkor nézzük az USA szempontjait, ugye Amerika nem ismeri el Tajvant, mint önálló országot, ugye összesen nagyjából 12 vagy 13 ország ismeri el Tajvant, mint önálló országot, ö, ő a kínai népköztársaságot ismeri el, de ugyanakkor kereskedelmi kapcsolatok vannak, fegyvereket szállít, oda küldi ugye a házelnököt, amiből óriási diplomáciai botrány is lett. Miért kell Amerikának Tajvan? Stratégiailag egy nagyon fontos helyen fekszik a sziget, Kína a nagy rivális, most a nagy riválistól 100 néhány kilométerre egy sziget, az nagyon jó jön bármilyen <laughs> nagyhatalomnak. Ilyet láttunk mondjuk az előző hidegháború esetén, szovjet-kubai viszonylatban, itt ugye egy másik viszonylatban látjuk ugyanezt. Tehát alapvetően stratégiai jelentősége óriási a szigetnek, alapvetően Tajvanon keresztül tudja irányítani a kínai eseményeket. Tehát, hogyha az Amerikának olyan kedve van, akkor tudja fokozni a feszültséget, lekötni a kínaiakat, hogyha akarja, akkor enyhítheti. Tehát itt a, a nagy nagyhatalmi versengésben, egy, ebben a nagy kártya játékban egy kártya Tajvan és talán a legfontosabb kártya. Mi, milyen forgatókönyv léphet életbe egyik vagy másik oldal győzelme esetén? Tehát, hogyha a Kuomintang nyeri a választást, akik ugye a Kína barát erőként vannak számon tartva Tajvanon, illetve a világ számára, akkor milyen változások lehetnek? Ugye most 8 éve a függetlenségpártiak kormányoznak Tajvanon, illetve az elnök függetlenségpárti Hogyha a Kuomintan, tehát a Kína barátnak tartott pártnak az elnök kenyer, akkor valószínűleg a feszültségek legalábbis a következő négy évre valamelyest csökkenni fognak. A kínaiak úgymond azzal fogják jutalmazni a tajani választókat, hogy kevesebb lesz a hadgyakorlat, kevesebb lesz a berepülés, bizonyos gazdasági kapcsolatokat, amiket az elmúlt években vágtak, csak el újjáélesztenek, exportilalmakat, turistáknak a jövését, menését érintő intézkedésekről van szó. Ha pedig a függetlenség párti, függetlenség felé hajló kormányzás folytatódik, akkor a feszültség az folytatódni fog, esetleg fokozódni fog, esetleg akár egy fegyveres konfliktus is lehet belőle. Kína milyen esetben támadná meg Tájvánt? Mert ugye a világ ezt már találgatja egy ideje, hogy mekkora esélye van annak, hogy ott kirobban egy háború. Nagyon találgatni nem kell, mert Kínában van egy törvény 2004 óta, ami összesen egy oldal hosszú, és ez leírja azokat az eseteket, nyilván nem szó szerint, de itt lényegében az van körülírva, hogy ha ki kiálltani a függetlenségét, abban az esetben automatikusan katonai eszközökkel élne Kína, vagy pedig, hogyha a státuszó jelentősen megváltozna, a magyarul, mondjuk az Egyesült Államok, vagy valamely nagyhatalom, vagy nagyhatalmak elismernék Tajvant önálló államnak ezt is, olyan provokációnak fogja fel Kína. Amin. Azt meg lehet mondani, hogy Tajvannak mi lenne a jobb? Vagy ezt mi nem meg tudjuk mondani? Én azt gondolom, hogy rá kell bízni a tajvani emberekre. Sose szül jó vért, hogyha az emberi 8000 kilométerről meg akarja uh -huh. valakinek mondani, hogy mit kéne kezdeni a saját sorsával. Nagyon szépen köszönjük Salát Gergének, hogy a vendégünk volt.